A Magyar Nyelv Múzeumában található széphalmi irodalmi herbáriumba ültetett gyógy és főszer, kultúr és haszonnövényekhez gyűjtött irodalmi idézetek, versek segítségével nem csak a növények, de a klasszikus magyar irodalom világába is elvezetik a látogatókat. Az idei évre tervezett megnyitó alkalmából rajzpályázatot írt ki a múzeum. A kiállításban olvasható versekhez és prózai szövegekhez olyan alkotásokat várnak, melyek szemléletesen illusztrálják az irodalmi műveket. Az általános iskolásoknak hirdetünk most egy pályázatot. Az alsó, illetve a felső tagozatosok külön kategóriákban pályázhatnak, és az irodalmi herbáriumunkhoz kötődik hiszen uh, újra indult az élet a kertben is. És így az irodalmi herbáriumban is elültettük a virágokat, folyamatosan szépülnek az örökzöldek, a fűszerek és a gyógynövények. És ugye ezekhez a növényekhez mindig kihelyezünk irodalmi idézeteket, verseket, prózákat, és jött az ötletünk, hogy ezekhez a gyerekek olyan szép illusztrációkat tudnának készíteni, és a megnyitónkon, ami július elején lesz, ezeket uh, kiállításként megmutatnánk a uh, mennyit. Rá látogató látogatóinknak. Az elbírálás során két külön kategóriában a Múzeum szakmai zsűrije értékeli majd a beérkező alkotásokat, a pályázatok elkészítéséhez megadott irodalmi művek közül egyet kell kiválasztaniuk és illusztrálniuk a diákoknak, a kijelölt verseket és prózai szövegeket a múzeum honlapján nézhetik meg a nevezők. Most azt kértük a diákoktól, hogy ne a számítógépet részesítjük előnyben, hanem mutassák meg, hogy milyen csodálatosan tudnak festeni, rajzolni, tehát nem kötöttük meg azt, hogy milyen eszközzel, de kézzel készítsék a rajzokat, illetve a méretben sincs különlegesebb kérésünk. Mindenki amilyen méretben szeretne, olyan méretben készíti, olyan technikával. A lényeg az, hogy június 11-én éjfélig legyenek postára adva a művek. A pályázat eredményét az irodalmi herbárium megnyitóján hirdetik majd ki, ahol a beküldött pályamunkákból kiállítást is készítenek a szervezők.